Tisztelt professzorasszonyok, professzor urak, kedves vendégek, én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm Vereményi Gézát, akinek a januárban betöltött 70. életéve a születésnap is alkalmat ad erre a mostani találkozásra. De kérdezem tőled, Géza, hogy tudod-e, hogy kinek van ma születésnapja? Az internetről például tudhatod. Nem tudom, nem vagyok internetes. Akkor hadd mondjak egy professzor nevet, én mondom a nevet, és te mondd a tisztelt közönségnek, hogy én miért ezt a nevet mondom. Ma van a születési évfordulója Cine Mihálynak. Hát körülbelül három dolog jutott eszembe, hogy miért mondod. Én hozzáírtam a szakdolgozatomat. Diákkoromban, gimnazista koromban Pápán láttam őt, ahogy hadonászott egy dobogón Vörös Sándort bemutatandó a író-olvasó találkozón, és leesett a dobogóról. Aztán még sokat mondhatnék a Cine Mihályról, rengeteget. Azt tudom, hogy juhász családból származott, az édesapja juhász volt, és voltak vagy 9 testvérek. Egy ilyen magas, nagytermetű, bőkeblű, zengőhangú fiú. Nekem az volt a fontos, hogy elárult, hogy a szakdolgozatot hozzáírtad. Azért mondd el, ez a későbbiekben nem igen kerül szóba, hogy ki volt az az író, aki a szakdolgozatot hőse volt az egyetemen, a bölcsészkaron. Az az író Mándi Iván volt, és én akkor elkezdtem egy olyan módszert a korabeli magyar kultúrában, mint negyedéves egyetemista, amikor kiválasztottam a témámat, hogy keresztbe akartam rugni a labdát a pályán, vagyis ami azt jelentette, hogy akkoriban urbánus és mi volt? Népi csoportra osztották a kultúrát, és a Mándi Iván urbánusnak számított, mivel városi író volt, a Józsefvárosról írt, meg városi volt, a Cine Mihály pedig népinek számított, és én a Cine Mihályhoz bekopogtam, és azt mondtam, hogy Mándi Ivánból szeretnék önhöz, tanár úr. És úgy meglepődött, és azt mondta, hogy nagyon örül. Nagyon örül, elcsodálkozott, de megértette a koncepciót. Tehát ebben valami koncepció volt, és ugyanakkor azt gondoltam, hogy jó akaratúbb lesz velem, hogyha Mándi Ivánból éppen ő hozzáírom ezt a dolgot. Valóban évfolyam kiemelt szakdolgozatnak nyilvánította. Ezek szerint kedveled az idegen erőknek az egymás elleni vagy egymás melletti kijátszatását. El fog hangzani majd ma este a, úgy tudom, kedvenc írásod, amelyben szerepel ez a mondat, hogy idegen erők jelentkeztek. Nekem mindig az volt a benyomásom, amióta csak ismerlek majdnem 50 éve, hogy valahogy az életművedben, amelynek legalább 4-5 fontos művészeti területe van, folyton idegen erők jelentkeznek, és neked igen jó füled és szemed van belülről meghallani ezeket az idegen erőket. Hát én ezt önkéntelenül csinálom, úgyhogy erre nem tudok mit mondani. Akkor ne is mondjál semmit, hanem Fekete Ernő mond nekünk verset, ugyanis ahhoz, hogy egy születésnapi, hát nem csak születésnapi műsora sor kerüljön, ahhoz meg is kell születni, bár... Nem vagyok senki. Nem vagyok senki, nem tudok semmiről, csak hallom, hogy ütver, fejem fölött a szíved döngve döng. Várok sötétben, még semmit sem tudok. Lebegve fürdök magzatvizetben, magzatod. Nem vagyok senki, nem tudok semmiről, de csattogó szíved kintről veszélyes hírt közöl. Azt hallom égi fülekkel, nem tudod, merre is menj el. Van kint egy útvesztő rengeteg, s azt kérdi döngve nagy szíved, most merre menjek? Nem vagyok senki. Mégis parancsolom, nehogy eltévedj a kusza utakon. Gyanús a szíved, kalimpál, félrever, mintha nem tudnád velem majd hova érkezel. Azt hallom égi fülemmel, nem tudod, merre is menj el. Hol találj én nekem jó helyet? Gyanúsan döngsz fejem felett. Hol fogsz megszülni?
hogy édesanyát hol szült meg, azt tudjuk. Részint ebben a professzori körben másutt is elmondtad, ugyanakkor, hogy hol fogantál, az nem hétköznapi ügy, hogy a világ és a magyar irodalom Bereményi Gézát köszönheti a történelemnek. Hát két szökevénynek vagyok a leszármazottja, az édesapám is szökevény volt, az édesanyám is szökevény volt. Az édesapám Temesváron volt fiatal ember, 10 éves fiatal ember, és ott is született, amit ugye volt a visszacsatolás, és a Erdély visszacsatolás az román város maradt. És aztán valamikor 20 éves korában megkapta a román katonai behívót, és átszökött Magyarországra a katonai behívó elől. Akkor itt bankhivatalnok volt, tehát ilyen erdélyi menekültnek számított, és akkor összeismerkedett édesanyámmal, aki akkor az ismerkedésük idején 15 éves volt. Az édesanyám az szeretett volna elszökni a szüleitől, akiket én nagyon szerettem, az anyai nagyszüleimet a későbbiekben. Szeretett volna elszökni, mert durvának tartotta azt a környezetet, úgy is hívta a család, hogy grófnő, az édesanyámat. És durvának tartotta azt a környezetet a Teleki téren, ahol kereskedők voltak az anyai nagyszüleim. És nyelveket tanult, kereskedelmi iskolába járt, és titkán gyors gépírást tanult. Minden esetre az erdélyi úri fiú, aki az édesapám volt, az az erdélyi menekült, az megkérte a kezét. Na most összeházasodtak, akkor édesem 16 éves volt, de közvetlenül a házasságok után megkapta a sasbehívót az édesapám, a magyar katonai behívót, sürgős, azonnal siess. És ekkor elhatározta, hogy az egyik nagybátyjához, aki Bécsben élt, oda szökik tovább, mert nem akart katona lenni. És akkor édesanyámmal együtt elment papír, a román papírjaival, és jelentkezett Bécsbe katonai munkára, gyárba. Akkor még toboroztak ilyen embereket. És akkor elmentek együtt édesanyámmal, elszöktek együtt az apostól, anyóstól, és Bécsben fogantam Gösser Strasse 1 szám alatt, elmentem ebbe a lakásba, a fogantatásom helyére bekopogtam, és egy idős hölgy jött ki, és mondtam neki, hogy én szeretnék körülnézni a lakásba, engedje meg. Azt kérdezte, hogy miért, ebből láttam, hogy lehet vele beszélni, miért. És akkor mondtam, hogy a szüleim itt laktak, és valószínűleg én itt készültem. És akkor megmutatta, és mondtam, a legkisebb szobát mutassa meg nekem. És mivel 2 szoba volt, hát a legkisebbet mutatta, és akkor ott körülnéztem, és eljöttem. Egy fényképet még csinált. Adtam magamról a kapu előtt, a ház kapuja előtt, ezzel tudom bizonyítani, hogy jártam ott. És aztán visszajöttek Magyarországra, de akkor én már, édesem néhány hónapos teres volt velem, és vigyázni kellett, hogy meg ne erőszakolják az országúton. Ugye az oroszok, hát ott jártak. És akkor, hát mesélhetném, hogy egy kézikocsit hogyan nyertek el szerencsejátékon, meg stb. És azzal tudták húzni a bőröndöt, mert vonaton még veszélyesebb volt menni, mert az állomásokon, ahol megállt a vonatot, veszélyeztetettek voltak a nők akkoriban. És akkor így szerencsésen megmaradtam, mivel megúszták a dolgot, és hazajöttek Pestre, és akkor így születtem. A készülő regényedben erről írsz, vagy? Erről természetesen kötelességemnek érzem, hogy írjak erről, mert így lehet csak megérteni azt a tudatállapotot, amiben én vagyok most, és amiben kerültem. Ez nagyon meghatározott engem. Nem az feltétlenül, amit itt Ernő olvasott az a vers, hogy már magzatkoromban kialakult valami bennem,
hanem az összes elfogultságom és az összes témám valahogy ennek kapcsán alakult ki. Rájöttem. Az egyik dalodban azt írott, hogy oly nagy ravasz ez a Shakespeare William, sőt Shakespeare William. Én meg azt mondom, hogy elég nagy ravasz ez a Bereményi Géza, mert tulajdonképpen egy hihetetlenül gazdag epikus anyagot elég sokféle területen, filmen, színházban, színdarabban, regényben, novella részletben feldolgoztál, és amit most elmondtál, se először mondtad el, de úgy mondtad el, mintha még soha nem mondtad volna. Hát mert mindig másképp mondom, nem a tényeket, hanem másképpen fogalmazom ugyanazt. Mert ismerkedem vele, forgatom, mint egy tárgyat a fényben az ember, mert nem vagyok tisztában vele, hogy ez hogyan hat az emberre. Na. És én úgy látszik, hogy egy olyan expedícióra indultam az életemben, amelyik azt akarja fölfedezni, hogy az emberre hogyan hatnak a körülmények. És hogyha egy professzori körben ezt mondhatom, akkor elmondtam a szaktárgyamat. Tehát én engem azért a történelem nagyon érdekel, ez a véres zűrzavar egyébként, ami iránt nem kéne érdeklődni, de csodálkozom magamon, hogy ez feltétlenül érdekel, mert azt, hogy hogyan határoz meg minket. Azt írta egy történész egyszer, az teljesen tudománytalan kérdés a mi lett volna, ha kérdése. Mi lett volna, ha nem születik meg a vesztfáliai béke, most hasamra ütve mondom. De azt mondja, hogy egy igazán jó történész ezt mindig fölteszi magának. Akkor látja a másik oldalát a dolognak. Na most engem pedig az egyén érdekel nagyon, a személy érdekel nagyon, és abból következtetek a történelme, magamból következtetek. És nagyon érdekes, hogy a személyes elfogultság, amivel az ember közeledik a történelemhez, nem tudományosan, hidegen, meg mi, indulat nélkül természetesen úgy kell közeledni, de a személyes elfogultság az iránymutató lehet. Szóval ezt nem tudom tovább mondani, de ez... Akkor mondjuk úgy tovább, hogy micsoda útjaid voltak neked... Ehhez három művésztárs érkezik. Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Désiré, most, hogy emlékezem. Micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, és volt egy kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak. Volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül. Meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő,
pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, és az a kevés is tűnni fog. Az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak volt egy-két este. Tisztelt vendégek, hogyha tőlem azt kérdezné valaki, hogy egy bélyegnyi felületen néhány szóban meg tudnám-e nevezni, meg tudnám-e mondani, hogy mi Bereményi Géza legkiváltságosabb írói erénye, akkor éppen azt a szót mondanám, amit most is kiejtettem, és ami a dalban is szerepelt, a versben is szerepelt, a megnevezésnek a képessége. Személynek, eseménynek, folyamatnak, megnevezhetetlennek is páratlan pontossággal tud Géza nevet adni. Géza, az irodalomban, a színházban elég gyakori, hogy egymással összeforró szereplő párok maradnak meg, ragadnak meg az emlékezetben. Most mindegy, hogy Hacsek és Sajónak hívják őket, vagy Kaja és Szigecsánnak hívják őket, mindegy, ismert vagy kevésbé ismert. Te mikor és hogy találtad meg ezt a két nevet, amelyikből az egyiket hallottuk, Antoine és Desiré? Hát ez, mivel én dalszövegeket is írok, amikor később kiderült számomra, hogy versek, én derítettem ki, akkor történt. Tehát amikor én az első dalszövegemet írtam, utána már másnap írtam a következőt, és így tovább. Hát a Cseh Tamással egy ilyen szerzőpáros lettünk, mert ő egy rajztanár volt, aki gitáron lejátszott nekem egy dalomot, én pedig írtam rá ezeket. És a prózódia hozta, vagyis az, hogy lejátszott nekem egy dalomot, és én dallamra írtam, jöttek a szavak. És más is mondta már nekem, aki ilyesmit csinál, hogy mindig az első sorral kezdődik. És ez valóban így van, egy dallamot lejátszanak nekem, akkor van úgy, hogy már félbeszakítom, nem kell az egész zene, és azt kérem, hogy menjünk vissza az elejére, mert az első sor eszembe jut. Na most erre nem tudok én válaszolni neked, hogy ez mi. Ez a titok, ez az alkímia benne. Utána már az én úgy hívom magam, hogy prózaírói képességem, vagy témakifejtési képességem következik, abból az első sorból, például itt most, amit az Adél énekelt, az úgy kezdődik, hogy micsoda útjaim voltak nekem. Ez a sor nekem eszembe jutott. Előtte én nem tudom, mikor leülök, nem volt, nem szándékos. De hát és az Antoine és Desiré név is így kezdődött el, hogy ez volt az első dalszövegem életemben, hogy az ócska cipőt egy este már oly vastagon lepte a sár, hogy végül megállt, csak bámult Desiré. Akkor még Kosztolányira gondoltam, ugye, mert neki volt ez az egyik beceneve, és gondoltam, hogy ez jó, ez ilyen snob, ilyen, mert én bölcsész voltam, ugye, és hogy és szeretem a Kosztolányit. És akkor ez Kosztolány is, és így tovább. De ezek olyan rejtett folyamatok, én nem is tudom, de az első sorra fontos. És a prózódia hozta Desiré nevet. Na most utána gondoltam, ami szárazabb kéne a második verszakban, és épp egy kocsma előtt gondolt arra Desiré, mit is mondott Antoine. Így hozta a prózódia. És Antoine. Antoine, de azt mindjárt akkor ott a hangalak hozta, a zenei, meg a szöveg, a név is maga hozta, hogy ez egy merevebb pasas, az Antoine.
a Désirével szembe. És akkor főrém lett már is két bohóc. Van a híres bohóc páros, ugye a nagy fehér okos, ez az Antoine, aki tudja, aki a gyerek szemmel felnőtt, a kis piros bohócnak a felnőtt párja. A felnőtt, aki mindig kioktatja, merevebb, bölcsebbnek érzi magát nagykép, és a kicsi piros, mint a gyerek, ez a Désiré. És akkor nekem már meg is volt a páros, de önkéntelenül, na most ebben, ha még erről beszélhetek, mert ez nagyon fontos, csak hadd mondjam ezt el, hogy ebben én tulajdonképpen költői útra léptem, mert igazolni tudom költőknek az önvallomásával, például Vörös Sándornak a Vers születése című doktori disszertációjában ott van, hogy először a ritmus van meg, a prózódia van meg a költőnek. Úgy kezdődik, hogy valami ritmusa van, és nagyon gyakran járkál a költő versírás közben, és várja a szavakat, mint mikor a sámán dobol. Addig dobol, míg révületben nem esik. Megvan a ritmus, és ehhez kell szavakat találni. Na most ezt továbbiakban is tudom igazolni. Arany János, Arany János nagyon gyakran zenére szerzett verset, vagyis dalszöveget írt. A verszi bárdokat például egy nagyon ismert verszi dallamra. Most nem merem itt eldúdolni önöknek, de mindenki ismeri közülünk egy eldudolom, jó? Ta da 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 ta 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 Edward király, angol király léptet fakólován, hadd látom úgymond mennyit ér a velszi tartomány, és végig így lehet énekelni, és tamburás öregúrnak hívta magát, Arany János, és tamburáján játszotta a saját dalszövegeit, amik azóta iskolában tanulandó versek. Versként ismerik, és egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb magyar költőről van szó. És még csak mellesleg említem meg, hogy Oszip Mandelstám nevű költőről olvastam, az özvegye írt az emlékiratébe, hogy állandóan járkált versírás közben. Most nekem a dallamot adták zenészek, és arra írok, és egyszer csak kiderült, hogy versek ezek számomra is, és akkor visszavettem a zenészektől, és az énekesektől ezt visszavettem, és kiadtam egy verses kötetbe, kiderült, hogy költő vagy. Mielőtt az úgy tudom kedvenc novellát következne, még egy dologot ezzel az Antoine és Désirével kapcsolatban. Sokszor föltették nektek Cseh Tamással a kérdést, hogy melyik őtök Antoine és melyik őtök Désiré, mert a köztudatban azt tapasztalom, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez a kettő, ezek ti voltatok, ti vagytok. Persze, de hát ez már megint van egy ilyen misztikus pontja ennek a dolognak, a pár. Hát itt párban ül a többsége ugye a közönségnek, de mi emberek párban egészen mások vagyunk, mint egyedül, hogy ne jó, ebben nem mondtam semmit, de a pár az a külső szemlélő szemében egy. Egy, nem két ember, egy valami, a pár. Nagy P-vel irandó. És a pár az egy nagyon régi téma, és hát mi így voltunk. Antoine és Désiré az egy pár, az előbb mondtam, számomra egy bohóc pár. És az okos bohóc és a butuska bohóc. De akit jobban szeretünk, mint az okosat, persze. És a gyerek és a felnőtt. És ez mindig cserélődik. Hát volt ugye, hogy mi pár voltunk a Cseh Tamásra, jó, akkor volt, amikor ő volt Antoine, nagy képüsködött, kioktatott engem, és nagyon sokszor volt, hogy én voltam Antoine, és ő volt Désiré. Ez állandóan cserélődik, pár volt. Na majd megtudjuk, hogy miért kedvenc novellád az, amelyiket éppen most maga elé lapozott Ernő. Elég furcsa címe lesz. Jézus újságot olvas. Új volt minden a világban, mert gyerek voltam. A fazék fényesre súrolva állt a tűzhelyen, a sámlira fellépve pirosában magamat láttam tükröződni. Borulni kezdett a sámli. Elestem. Felálltam. Körbejártam a lakásban, amit nemrég rám zártak a felnőttek, hogy elfussanak a dolgok után.
és bent a szobában megint csak a saját képembe ütköztem a padlóig ereszkedő tükörben. Hosszan összenéztem vele. Akkor kezdődött. Az arcom egyszer csak pirosra változott, a szemem nagy lett és ragyogó. Ez tetszett nekem. Majd idegen erők jelentkeztek. Öklendeznem kellett, hajlonganom, és amikor fel-fel tudtam egyenesedni, ugató köhögés tört rám, és legörnyedtem, rohanni kezdett felém a padló, puhán estem el, rábíztam magam. Különböző helyekről felnőttek bukkantak elő, aggódva futkároztak körülöttem. Értettem a szavakat. Azt, hogy a beteg gyerekük vagyok. Semmin sem csodálkoztam. Mondták egymásnak, kórházba visznek, amikor elnyelt minket egy nagy épület, majd elgurítottak engem kisebb és piros kőházak között egy fehér ágyon. Sikerült félrefordítanom a fejemet, oldalt úsztak el a képek. Jól rájuk bíztam magamat. Tovább ismerkedtem a világgal. Sötétség ereszkedett rám akadozva, neki is engedelmeskedtem. Még az történt velem, hogy feltettek valahová, ami magasan volt, valami egyenes polcra. Sokáig lehettem ott a sötétség mélyén, mert csontsoványan ébredtem magamra. Amikor már fehér ágy nem üvett körül, vaságyban voltam, szűk szobában. A felnőttek az ajtóba illesztett üveglap mögül néztek be rám. Négyen szorongtak ott, mindegyik sírt, nem tudták, hogy értem a szavaikat. Azt mondták egymásnak, már nem ismerem meg őket, és ebben igazuk volt. Azt is mondták, már biztosan meg fogok halni. Rámozdítottam a szememet a takaróra. Egyedül a kezemről tudtam, hogy az enyém. Annyira vékony lett a kezem, fel sem emelhettem a pokrócról, csak a hüvelykujjamat tudtam félrehúzni valamennyire. Egészen addig, hogy a tövében kifeszüljön egy bőrredő, ami átlátszó volt és lila. Ezután a másik kezem irányába fordítottam a szememet. Azt a tenyeremet feljebb tudtam húzni. Volt benne valami. Rövidesen elaludtam. Felébredtem valamikor máskor. Volt valami a kezemben, amit előzőleg beletett valaki. Felhúztam a lábamat, a két térdem felemelkedett, egy kép került a szemem elé, ami a kezemben volt. Világos színű ember nézett a szemembe, lelógó haja körül fényes körtányér. Addig figyeltük egymást, míg haza nem vittek a kórházból, vissza abba a szobába, ahol előzőleg életben voltam. Ott is ágyban feküdtem. Egy asszony magasodott fölém, vizsgálgatott, közben fekete fejkendőt csomózott az álla alá. Azt mondta, hogy ő a nagyanyám, és sírva fakadt, mikor mindkettőnk számára kiderült, hogy elfelejtettem beszélni. Ezután gondjaiba vett engem az az asszony. Velem maradt nappal, mellettem aludt éjszaka. A fülembe sugdosott, hogy nézzem csak a kezemben lévő képet. Azt mondta, lám csak, erősödöm, és ezt Jézusnak köszönhetem. Ő az, aki visszanéz ránk. Az asszony őhozzá imádkozott, adjon erőt nekem, és ő meghallgatta őt, mert nézzem csak, erő sugárzik Jézusból, és fényesség. Egyik este közös takaró alatt egy példát is mondott erre a sötétségben az asszony. Hogy volt egyszer réges-régen egy nagy beteg nő, és gyógyulást remélve Jézustól belement a rajongók tömegébe, a közelébe furakodott, de nem merte megszólítani őt, csak nézte, hogy a gyógyítója előtte elhalad, és hátul a köntöséről négy kékszínű bojt csügg alá. És ez a nagybeteg vérzéses asszony félelmében csak futólag merte megérinteni a libegő bojtok egyikét. De Jézusnak ez is elég volt. Megtorpant és hangos szóval azt kérdezte, kinyúlt hozzá. Ugyanis megérezte, hogy valami kiszállt belőle, mert neki még a köntösebb bojtjai is erővel voltak tele. Gyógyító erővel, aminek én az életemet köszönhetem, mondta az ágyban mellettem az asszony. Nyár volt, nyitva állt ablak,
vékony hajtó. Nagyanyám kenyérért ment. Az ágyban vártam valamire. Nagyon világos volt. A konyhán keresztül bejött a szobába egy ember. Fehér inget viselt, kék nadrágot, aminek az egyik szárán a szerelő zsebből egy összehajtott újság állt ki. Nagyanyámat kereste. Azonnal tudtam, hogy ő az. Beszélni kezdtem ő hozzá. Mondtam, nagyanyám kenyérért van, mindjárt jön. Ekkor ő leült egy székre azzal, hogy megvárja. Vette az újságot, zörögve szétrántotta, olvasni kezdte. Az erejét érezve beszélni akartam hozzá, de nem találtam szavakat. A nyakán hátul világos szőke hosszú pihék meredeztek. Időnként rám nézett az újság fölött. Azt mondta, motorral jött Jászberényből, és hamarosan vissza kell térnie oda. Szemének hatására én felültem az ágyban, aztán a padlóra léptem. Oda mentem a közelébe. Összecsapta, eltette az újságot. Felállt. Lenézett rám. Én egyre csak gyógyultam, erősödtem az ő erejének közelében, még az ágy támláját is elengedte a kezem. Neki most már mennie kell. Nagyanyámnak üzeni, örül, hogy életben talált engem. Elment. A következő az volt, hogy mezítláb álltam a padlón, amikor a kendős asszony visszaérkezett. Magasan fölém jött, felkapott, az ágyba vitt, azóta is élek. Géza, a közelmúlton csináltam az egyetemen egy ilyen röpke fölmérést, hogy a diákság körében melyik a legnépszerűbb novellát. Hát majdnem, hogy természetesnek vettem az eredményt, az Irodalom című korai írásod, a Svéd király című első 1970-es kötetednek a nyitó írása jött ki győztesként, talán azért is, mert nagyon sokan tudhatják, hogy abból filmet rendeztél Törőcsik Marival a főszerepben, tehát annak van egy ilyen különvivő ereje is. Viszont sokszor hallottam olyan irodalmi körökben, meg barátoktól, hogy neked személyesen ez a novella a kedvenced, kötet címül is választottad, több kiadásban első helyre tetted. Én csak gyanakszom, hogy a fekete fejkendős asszony, vagy a betegség motívum miatt, ha egyáltalán igaz ez, hogy van ilyen az írónak, hogy kedvenc novellája. Jó, hát akkor folytatom az élettörténetemet. Hogy az édesanyám rábízott engem a szüleire, a Teleki téri házaspárra, akik egy szobakonyhában laktak a Teleki téren, bár volt pénzük bőven, csak nem kellett nekik nagyobb lakás. És illetve akartak csak egy egész házat akartak venni, hogy háztulajdonosok legyenek, szóval bonyolult az ő történetük. A nagyapám az egy pénz ember volt, úgy értem pénzember, hogy a pénz, igen, élet, a túlélés embere volt, ravasz volt, ügyes volt, kereskedő volt, a nagyanyám pedig egy szentasszony volt, ahogy talán kiderül ebből a novellából is. Két irányból neveltek engem, és 6 éves koromig voltam náluk, aztán látogatóban nagyon gyakran jártam hétvégeken hozzájuk, és ők voltak az én igazi szüleim, mert az édesapám az eltűnt. És az édesanyám pedig később férjhez ment, és 6 éves koromban elvitt, hogy tőlük járja kiskolába, és így tovább. De ez a 6 év nekem, ott a Teleki téren, minden szempontból azt hiszem eldöntötte az életemet, legalábbis az irányultságát az életemnek. Két hívást kaptam, ugye a házaspártól két különböző hívást, egy pogány embernek és egy hívő embernek a hívását. Azóta mind a kettő ott van. Hát háromféle ember van, hívő, mert mindenhol Isten bizonyítékát látja, létének bizonyítékát látja. Hitetlen, mert ő még nem találkozott személyesen Istennel, tehát akkor az nincs is.
és van egy harmadik, amelyik kereső. Na most akkor így megtörtént ez a beosztás, ez a hármasnak, mert én tulajdonképpen arra ítéltettem, hogy kereső legyek. És igazolhatóan a Szemiológiai Szemle című orvosi szakfolyóiratban, szemiotikai szemle, vagy szemiológiai szemle, elnézést, a fülorgég, igen, abban olvastam, hogy 1949-ben, vagyis amikor én 3,5 éves lehettem, vagy 3 éves, akkor Budapesten tombolt egy diftéria járvány. De olyan, hogy nagyon sok gyereket elvitt, de nem volt ellenszérum, vagy micsoda, szóval nem volt rá gyógyszer, mivel az nyugati volt, és le voltak zárva a határok. Úgyhogy a gyerekeket vagy gégemetszéssel mentették meg, vagy nem mentették meg. És én akkor beleestem, amire emlékszem belőle, az benne volt a Ernő felolvasásában, bevittek a kórházba, és itt kezdődött el a nagyapámnak és a nagyanyámnak a vitája rólam. Mert a nagyapám bement a kórházba, már elkülönítőben voltam, amikor 1 kiló aranyat adott egy találomra neve szerint, nem találomra, neve szerint kiválasztott orvost a tábláról, dr. Szolga Jánost. Úgy tudom, hogy az fülorgégész dinasztia azóta is. Láttam táblán a Szentkirályi utcában a magárendelőjének a tábláját. És kiválasztott a Szolga Jánost, és vesztegetés árán bement hozzá, és 1 kiló aranyat adott neki, egy fiatal orvos volt ez, aki kihozott engem az elkülönítőből, és gégemetszést alkalmazott. És így megmenekültem a nagyapám szerint. A nagyanyám szerint nem igaz, nem így menekültem meg, ez megtörtént, a nagyám elismerte, de nem, mert ő könyörgő misét mondatott értem, és imádkozott értem. Na most, hogy melyik a döntő a kettő közül, ez a vita azóta is folyik bennem. Tehát tulajdonképpen így mondhatnám, hogy ez így eldöntötte például ez a betegség is a dolgot, és abban nem vitatták a nagyszerűen, hogy máskülönben meghaltam volna. Csak hogy miért nem, az arról folyt a vita. Ezt ott tegyem hozzá egyébként, hogy Gézát nem csak én nagyon szerettem, egyébként az egyetemen a mi évfolyamunk tájékán, mi nem voltunk ugyan évfolyamtársak, mindenki igen kedvelte, és a hirtelen föllobbanó írói pályájának is nagy drukkerei voltunk, egyáltalán, hát emlékszel akkor az éjszakai életbe, és úgy szívesen összejöttünk, de nálunk a családban, ezt sosem mondtam neked, azt hiszem, azért olvasták nagy szeretettel a családtagok Gézát, mert az én nagynéném, akit sose láttam, 3 éves korában, 1925-ben diftériában meghalt. És azt gondolták, hogy ez egy szent, csodálatos ember lehet ez a Bereményi Géza, hogy ez 3 éves korában túlélte a diftériát. Erről több művet, tehát ugye az Eldorádóban szóban, az Aranyárában szóban, ebben is szóban, és mindenki hihetetlen tisztelettel volt irántad, hogy te győztél. Ez már megint egy olyan emberi reflex, hogy hát én is így vagyok magam iránt, mert akkor ezek szerint én, ha megmenekültem, akkor valami feladatom van. Tehát ez akkor valami kijelöltség. Na, hát igen, ez egy ősérzés. Azt mondtad, hogy több irányból neveltek. Ez azt is jelentett egyébként, hogy az életed folyamán, ha nem tévedek, akkor hivatalosan, polgári értelemben is 3 nevet viseltél. Nem csak, hogy a lexikon tünteti föl, de viselted is. Nem hiszem, hogy tudathasadásod lett volna a névhasadás miatt, de hordasz magadban 3 külön, egy Bereményit, egy Rosnert, egy Vetrót, vagy hogy van ez? Mert mondod, hogy te vagy a köztes ember, a kereső ember. Először is a név az nem csak a viselőjét minősíti, hanem a névnek a meghallóit is minősíti. Na most 3 féle módon viselkedtek velem, mikor attól függően, hogy melyik nevet viseltem. Ez nagyon, nagyon különös, szóval most én nagyon hosszan beszélhetnék a névről, magáról,
meg említetted az elnevezést is. Na most az, a név, az elnevezés, az egy szintén egy ősi dolog, és olyan reflexeket mozdít meg az emberbe, pláne a második világháború után, amikor én születtem. Amikor nézték az emberek, ugye a háborúban volt ez a faji kérdés, meg ilyesmi, ez kiéleződött, és így elment. Különböző képpen kezeltek engem. Gyerekkoromban nem értettem például, hogy miért néznek rám egyszer csak így. Aztán később rájöttem felnőtt, de később valamivel megtanultam. Megtanultam, és attól függően, hogy melyik nevemen mutatkoztam be, attól függően néztek rám. Ez nagyon furcsa volt, ekkor kezdtem felfigyelni, és utána pedig már az egész odáig fajult, hogy rájöttem, hogy az emberek nem véletlenül kapják a nevüket. Nagyon jellemző. Hát hogy van az, hogy például egy regényben, egy nagyszerű regényben, most mondjuk Háború és béke, ugye mindenki elismeri, hogy az azért. Háború és békében nincs egy rossz név, holott nem is értjük, orosz nevek vannak benne, és mennyire pontos az a név, hogy Pierre Bezuhov. Ott van előttünk az az ember. Vagy Andrej Herceg. Hát ez még magyarra fordítva is nagyszerű a herceg szóval, hogy pontosan száraz, kicsi, okos, fiatal ember kereső. Például egy ilyen. És nincs egy jó könyvben nincs egy pontatlan név. Tehát figyeljék meg, hogy ha egy jó könyvet olvasnak, jók a nevek bennük. És attól is jó az a könyv. Egy jó író tudja, hogy milyen név, ismeri a név hatalmát. Szóval erről nagyon sokat tudnék beszélni. Hát éppenséggel, ne tedd le, csak közben kotyogok, hogy aki nem olvasta az Irodalom című novelláját, az nem tudja, hogy ott az induló tehetséget Dobrovicsnak hívják, amit rögtön ugye indukálódik a novellában a Petrovics, akinek ugye volt rendes magyar neve a Petőfi, és a könyvben Viktor Hugo. Nagyon fontos, hogy Viktor Hugo is szerepel, akinek a neve, a Viktor Hugo név, kiváló szolgálatot tesz, mint Viktor Hugo. És azt állítja magára, hogy ő írta a Nyomorultak című könyvet a nagyanyjának. Dobrovics állítja. Jó, de hát például egy másik ilyen induló fiatal írót Somogyinak neveztem el. És az marha jó volt, hogy egy nagyon tehetséges fiatal színész így rám nézett, és azt mondta, hogy hát az, hogy Somogyinak hívják, az nagyon jó. Hát azért hívják Somogyinak, mindegy, nem magyarázom, de azt, hogy valaki, lehet érezni, hogy vidéki származású akkor azért, szóval rengeteg dolog tapad hozzá, amit kevésbé, az olvasó kevésbé tud, inkább érez benne. Nagyon érezzük mi ezt a dolgot, a hangot. Hát akkor próbáljuk a neveket most úgy egymás mellé rakni, hogy egy verset is hallunk, meg egy megzenésített verset is hallunk ezekben. Éppen tombolni nem fognak a nevek, de mindjárt az elsőnek egy név lesz a címe. Ács Mari. Ács Mari szőke volt, ruhája barna volt. Azt mondják, bolond maradt, hogy nála sokkal jobban csinálom én, és azt is, hogy kár, hogy benne maradt. Ács Mari benne maradt, bolond lett 2 év alatt. Láttam egy villamoson, mit mondjak, megijedtem, hogy milyen. Jó, hogy már nem közéjük tartozom. Mondják, hogy okos vagyok. Nézzem, hogy hova jutott, nézzem, hogy hova jutott mind, aki benne maradt a régiben, akik meg nem bocsátanak. Kik semmit sem felednek, és nem bocsátanak meg. Végül egy villamoson rám ijesztenek, s én elfordulok. Benne maradtak a régiben. Én tudom, hogy felejteni kell a régi iskolákat, tanári tébolydákat, az összes tévhitet, mit belénk verni mert 100 000 vén bolond, ki tönkretett a gond, kiknek most megbocsátani kell. Érteni apánk, anyánkat, jól bezárt tébolydákat, akikre rámegy az, ki szerint csak panasz, egyetlen egy panasz, egy végső bolond grimasz, végső vigyor vagyunk. Mi más?
Ács Mari hitte velem, hogy nekünk nincs másmilyen. Hogy nekünk nincs csak ilyen példasértett életünk, és benne maradt. Váltott színű időben, hasadt szilánk tükörben, látom, mi velünk történt, csak meg ne sértődjek, mint Ács Mari. Félek, hogy benne maradok. Ács Mari bolond, halott, legvégső villamosok szétviszik, őrült, menjen. Nincs miért szégyenkeznem. De mégis elszeretném, most mégis elszeretném, mielőtt még elmenne a helyettem őrületbe, abba a kérlelhetetlenbe. Utoljára elszeretném búcsúztatni őt. Én az okos. Éltek-e még régi lányok, vagy aludtok már, vagy aludtok már vizes homokban, sárból ágyon, sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babák. Mi történt? Mi történt, lányok? Hová tettétek? Sok régi lányok vizes homokban, vagy hol bújtatjátok? Hová tettük el? Veszítettük el, és dobáltuk el. Ha kérdezném, ezt mondanátok, elszakadt inged, régi kabátot, nálunk találod, elvittük magunkat. Homokból ágyba, vízbe és sárba, fehér babák. Éltek-e még régi lányok, vagy aludtok már vízes homokban, sárból ágyon, sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babák. Ti bújtatjátok,
fehér babák, fehér babák. Köszönjük szépen ezt a szemelvényt is. Hadd mondjam közben, Ernő, hogy felkészül Fekete Ernő, az egyik Dezirére majd sor fog kerülni, ugyanis van egy tartalék versünk is. És hadd folytassam azzal, a beszélgetőtársnak valószínűleg nem feladata, hogy elemezze az író teljesítményét, hiszen nem ezért vagyunk itt, de csináltam magamban egy számvetést, legtöbben életünk során sajnos ismerünk bolondokat. És végig gondoltam, hogy azokban a városokban, Gödöllőn, másutt, ahol én éltem, kik voltak a bolondok, és hogy hívták őket. Mindegyik bolondnak beceneve volt, mint nálad a Marinak, nem Mária, a bolond az Mari. És mindegyiknek rövid neve volt, a hosszú nevűeket is rövidítették, tehát ugye, hogy Ács Mari végül is kicsoda, és tényleg bolond, és a versbeli beszélő okos-e, az most nem tartozik ránk. De azt gondolom, hogy Gézát igazolja az előbbi név vallomását, nagyon szépen igazolja, hogy ez a szereplő az Ács Mari nevet kapta. A fehér babákban meg nincsen tulajdonnév, többes szám van, és a baba szóval tulajdonképpen általában nevezel meg játékszert, bábút, embert, figurát, tehát ott meg ez van a helyén. Hadd folytassam viszont azzal a kérdéssel, hogy rengeteg versednek, és még magáról a versírásról, a verstényről, a vers és dal összefüggéséről beszélnünk el, rengeteg versednek a címe, vagy a címadó motívuma, fő motívuma egy női név. Horváth Anna, és folytathatnám tovább. Ezzel most nem akarnék kicsikarni belőled valamiféle életrajzi vallomást, csak hogy ennek van-e magyarázata, tudatos törekvése véletlenül alakult így? Hát férfi vagyok. Hát természetesen jobban érdekelnek a nők, mint a férfiak. És tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy a névadásra arra én nem tudok magyarázatot adni. Csak utána, ha már megvan a név, akkor... Mert hogy ritmus kérdés a név? Lehet. Nem tudom. Lehet, hogy mély hangrendű név, vagy magasabb. Szóval ezek életbevágó dolgok. De azért, mert nagyon nagy felidéző ereje van egy ember nevének. Hát nagyon sokat tudnék mondani. Szójátékokat lehet nevekből csinálni, és az a, érdekes módon az a szójáték ráillik az illetőre. Hát például van egy Stremeny Géza nevű ismerősöm, akinek a nevében benne van az Pestremeny. És akkor, amikor a felesége megkérdezte, hogy lehet az, hogy bemutatkozáskor rögtön beleszeretett a férjébe. Mondom, mert ez Ausztráliában történt, és ott volt a nevében a parancs, hogy Pestremeny. Igen, utána, mert emigrált 56-ban az a illető hölgy, és így, de most már nem teregettem ki másnak a magánéletét. Na, teregest ki, viszont azt elhangzott az este folyamán, hogy immár költő is vagy, mert te felfedezted, hogy a dalszövegeid versek. Itt két kérdés merül föl bennem. Az egyik, hogy hogyan jön 60 és 70 között a felfedezés az embernek, hogy ő költő, tehát a szövegek versek. Másrészt pedig, hogyha ezt felfedezted, akkor a Versek című kötetedben, amely egyébként mint kötet is nagyon szép kiadói teljesítmény, sőt a Magvető kiadó új formátumú és új emblémájú sorozatának, hogy ez volt az első darabja. Hogy van az, hogy ebből a kötetből egy csomó olyan verset vagy dalszöveget kihagytál, amely az én és az itt jelenlevők nemzedékeinek alapszöveg, és nincs benne? Hát ez nagyon jó. Mellékesen, amit az Ernő először olvasott föl, az a magzatnak a dala, az például egy mellékes, egy rosszul sikerült dalszöveg volt. Most nem csak az Ernőnek a előadás módja avatta olyanná, hogy majdnem elsírtam magam, mikor hallottam, hanem az jobb, van, ahogy jobb, egy rossz dalszöveg, jobb vers, mint egy ilyen bevált dalszöveg. És ezt én döntöttem most el.
De kezdetben úgy van, hogy ebbe a kötetbe, hogyha ilyen belviszonyokról beszélünk, akkor ebben a kötetben rögtön tudtam, hogy ciklusokba kell rendezni. És 5 ciklust találtam ki, és azok valósággal beszívták egy pillanat alatt nagy erővel a verseket. Tehát az első ciklus egy ember élete, el lehetett mondani, ezzel kezdődött, amit az Ernő elszavalt, hogy egy magzat beszél az anyjának. És akkor öregkorig egy ember életét föl lehetett térképezni, neki nem is én vagyok teljesen. És aztán van egy politikai ciklus, aminek rendszerváltoztattatása címe, aztán van egy I Love You szó címmel a szerelemről. Ugye hát egy magyar költő, annak számítok mostantól, én annak számítom magamat, egy magyar költőnek megmondták előre, keményen, márványban van vésve, hogy 2 fő témája van, a politika és a szerelem. Ugye, és ez a magyar költészetnek a lényege. Ettől nem szabadulhat senki, még az, aki úgymond hermetikus költő. Vagy. Géza, te egy Európa díjas filmrendező vagy, Kossuth díjas író vagy, színházigazgató többszörösen, és ezernyi érdemed van. És úgy látom, hogy életedben legbüszkébb arra vagy, hogy költő lettél. Hát hogy nem, mert új felfedezés. És a pillanatot is tudom, hogy mikortól. Nemrégiben ültem egy taxiba, és a taxi sofőr mondta, hogy maga miért megy abba a rádióba. És mondom, hát valami könyvről kell beszélnem. És azt mondja, és kinek a könyvéről? Mondom, az én könyvemről. És maga mit ír? Hát mondom, verseket. És rám nézett, és az a pillantás az nekem engem fölavatott. És azt mondta, maga költő? Na most nem tudom utánozni a pillantást, sajnos, de az volt a pillant, egy volt nagyon hatása. Ezek szerint bolond, magával vigyázni kell. És ez rám büszkeséggel töltötte. Tehát én veszélyes és kiszámíthatatlan, más indokból cselekvő ember vagyok, mint a többi. És ez olyan volt, mintha lovaggá ütöttek. Igen, költő vagyok. Na most, kedves költő Bereményi Géza, a költői pályádnak a folytatása az megy az énekelt szövegek nélkül, tehát ezentúl fogsz úgy írni verset, hogy verset, vagy pedig kivárod, amíg Adél vagy mások eléneklik, és akkor utána csinálsz belőle verset, mert olyan jól éneklik. Igen. Már ebben a kötetben vannak olyanok, amiket versnek írtam. Tehát eleve, és eltanulva ugye Vörös Sándortól lépéseim ütemére. Emlékszem, hóban mentem Zalaegerszegen egyszer, egy reménytelen éjszaka hóban, és akkor írtam az egyik kedvenc versemet benne, és akkor hazaérve már rögtön papírra tudtam írni, mert a ritmus rögzítette bennem. És még egy-kettő van még belülük. De tudom már, hogy kell csinálni. Tudom már, hogy a költő hogy csinálja, és miben különbözik a költő a többi embertől, hadd mondjam el. Jó? Jó, az ihletben. Többféle ihlet van meg minden, de a költői ihletnek az a lényege, hogy nagyon erősen koncentrál valami megfoghatatlanra, ezért kell a ritmus előtte, hogy előbb legyen. Valami megfoghatatlanra koncentrál, olyan erős koncentrációt igényel a nem tudom mire való koncentrálás, olyan erőset igényel, hogy egyszer csak ihletbe csap át. Mit akarok mondani? Akarok mondani valamit, mert érzem, hogy egy érzés betölt. Tehát érzésből indul, nem érzelem, érzésből indul, és a nagyon erős koncentráció érzése, és egy ponton túl magától megy. Tehát valami más diktálja a szavakat. Valóban lóra ül, szárnyas lóra ül a költő, valóban ihletet kapja a költő. Tehát egész más koncentrációt igényel, mint például a prózaírás. Ha jól emlékszem, megírtad, vagy valamikor mondtad, hogy annak idején, amikor a prózát kezdted, akkor kockás füzetbe, vagy valamilyen... Igen, a verset azt ugyanolyan papírra, ugyanolyan tollal... A4-esre.
Ha A4-es papírral 500-zal meglepünk, akkor abból vers lesz, de hogyha kockás füzetet veszünk, akkor regény lesz. Nem, már azt is A4-esre, a prózát is A4-esre írom, és számozom nagyon gondosan. Kéz vagy? Kézzel, golyostollal. Ez egyébként babonából is, meg technikából is valóban nagyon fontos, tudomásom szerint az íróknál, költőknél, hogy mivel írnak, most hagyjuk a laptopot, az írószerszám megkülönböztethet műfajokat, sőt, tudok olyan írót, akinek a lakásában 5 írógép volt, mindegyikbe befűzve a papír, és mindegyiken más műfajt írt, és mindig ahhoz a géphez ült, amelyik gép hívta őt, amelyik gép megihlette. Az Ady Endre például ceruzával szeretett írni. A gömbölyű betűivet ceruzával, nagyon érdekes. Újságíró volt egyébként, tehát azok ceruzás emberek. És úgy kezdte el. Én meg golyostollal kezdtem el, és úgy. Például a Vadnai Bébi című regényében Bereményi Géza beszámol arról, hogy kezdte el. Tehát magát az írás tevékenységet is, amiről most nyilván hosszan mesélhetne, és gondolom mindenkinek a maga szakmájában megvannak ezek a kis hobbiai, babonnái, szokásai, amelyeket, szertartásai, amelyeket nem hanyagol el. Te egyébként ezekhez az állandó megrögzött szokásokhoz, babonákhoz, kis dolgokhoz, ledobom a szövegkönyvet, mielőtt kezdődik a próba, vagy ilyesmi. Tehát a színházi embereknek a rigolyáihoz hozzáedzetted magad, mint magad is színházigazgató, vagy pedig maradtál egy rendes civil? Maradtam egy rendes civil, de megértem a babonákat. Tehát van egy-két babonám nekem is, de nem olyan fontosak. Egy nagy hiba van, hogy összekötöttem a dohányzással az írást. Attól nem tudok szabadulni. Leszoktam a cigarettáról, de akkor, amikor nem írtam, tehát szünetelt. És aztán nem ment az írás anélkül, tehát akkor a nikotin miatt feláldozom magam az irodalomnak. Na. Hát ezt nem tudom, hogy az orvos vendégeink hogy fogadják. Mindesetre egy elég hosszú antinikotinista periódus volt Bereményi Géza életében, mert az első regényének, a Legendáriumnak a megjelenése után prózát jó sokáig nem írtál, sőt valami olyasmit is tudok, hogy kényszeríteni akartak, hogy valami vidéki szállodába száműztek, hogy ott kötelező legyen dolgozni, és ebből se lett olyan nagyon semmi. Kedves vendégeink, lassan a műsor vége felé járunk, ugyanakkor Fekete Ernő volt olyan kedves, hogy amikor leveleztünk a mai repertoárról, akkor ő egy, sőt két tartalék verset is előkészített, ezek Desiré versek. És miután az elején Desirével már megismerkedtünk, utolsó előtti szemelvényként akkor Ernő, beiktatjuk az egyik Desirét. Desiré és a múlt. Desiré egy nap azt a megbízást kapta, hogy mivel nagyapjának elméje megzavarva, őrizze nagyapját, míg moziba megy nagyanyja. És Desiré kettesben maradt nagyapjával. Desirének nagyapját légnyomás nyomta meg, és ettől a légnyomástól lett ilyen beteg. Desiré kitette az asztalra magnóját, és a donkanyarról faggatta nagyapját. E szavakat mondta szegény elmehunytnak. Nagyapám, szerintem te az élő múlt vagy. Szerintem az egész olyan, mint egy jelkép. Itt ülünk, te múltként, én pedig jelenként. Mondj hát a magnóba minden fájó élményt, mert engem érdekel, hogy veled mi történt. E szavakkal oda nyújtotta a mikrofont, amit aztán a nagyapja rögtön bekapott. Azóta Desiré őriz egy felvételt, amin a nagyapja emészt épp egy ételt. Zubogás, csobogás, egyéb belső hangok, szerencse, hogy nagyapja gyomra épp nem pangott. E hangok itt a múlt hieroglifái, a megfejtésükben nem szabad megállni, gondolja Desiré, mikor azt hallgatja, mit emészt belsőleg talányos nagyapja. Úgy gondolom, követhetjük útján Desirét. Nyújtsa kezét egymás felé, minden nemzedék. Köszönöm, és külön azt, hogy így műsoron kívül, azaz műsoron belül, ez is elhangzott. Végszó is lehet... Mondhatok valamit ennek a versnek a kapcsán, nem akarok feltartani senkit.
De mostanában jöttem rá én erre, hogy bár a költő ugye nem tudja, mit ír, csak később. Van egy barátom, aki 8 évvel fiatalabb nálam. És én mondtam ennek a barátomnak, hogy nekem a nagyapám, mikor egész kisgyerek voltam, Sámlin ülve, egyfolytában szabad idejében beszélt, elmesélt nekem az első két világháborúban volt, ugye katona, meg mi. Egy idős az 1900-ban született, tehát végig az évszáz, és mindent elmesélt, hogy csapott be embereket, hogyan ölt embert, szóval ezeket mind elmondta nekem, és én itt tátott szája hallgattam, 4-5 éves voltam, és mindent elmondott, ezek voltak az első történelmi leckéim. És akkor a barátom azt mondta nekem, hogy milyen szerencséd van neked, hogy 8 évvel idősebb vagy, mert akkoriban, amikor te gyerek voltál, még az elődök meséltek az utódoknak. De amikor én már megszülettem, mondta, tehát mondjuk 54-ben született ezek szerint, elhallgattak, nem beszéltek, mondjuk 56-nak is szerepe volt ebben, hogy az emberek nem szóltak egy szót se az utódaikhoz, a saját ém, meg egyéb okok is voltak, elhallgattak. A te nagyapád nem hallgatott el, és mondtam, de igen, elhallgatott. Azt mondja, kétféle ember van, akinek mesélt, akinek az utódok, az elődök megosztották, és akivel nem. Ez mélyen elgondolkodtatott, és azt hiszem, hogy ez a szájzárszerűség, ez nagyon meg is határoz nemzedékeket. Rólad elmondható, hogy mesélsz, hát én nem tudom, hogy a gyerekeidnek például mesélsz, de mint, nem? De mint író, hát és mint közszereplő a pódiumról, azért mondhatni, hogy mondtál, mesélhetjük, hogy meséltél, hála Istennek, sok minden. Desirée és a múlt, Géza és a jövő. Hát én nem fogok kérdezni, hogy mind dolgozol, meg úgy, de hát beléptél egy újabb évtizedbe. Azért nyilvánvalóan, amennyire ismerlek, mindig is volt életterved, mindig is volt valamelyest meghatározható elképzelésed rövidebb és hosszú távra. Igen, az önéletrajzomat szeretném megírni, amire szintén egy másik barátom azt mondta, amikor én ezt közöltem vele, hogy ezt írom, akkor azt mondta, miért eddig nem azt csináltad? Nem az önéletrajzodat írtad? És rájöttem, hogy igen, tulajdonképpen igen, de most azzal szeretnék élni, hogy beszeretném bizonyítani az olvasónak, hogy nem fikció, amit írok. Most ez eléggé veszélyes játék, és önveszélyes is. És ezt írom most, és valószínűnek látszik, hogy 25 éves, 26 éves koromig fog tartani az én megírt életem, megirandó életem, mert utána engem, az én életemet megette a tevékenységem. Tehát a többi az már olyan vizét tört, ez, hogy találkoztam ezzel, találkoztam azzal, addig tudom megírni, és addig fontos. Szerintem egy nagy ravasz vagy, mint Shakespeare William, mert azzal, hogy a 25 éves korban most látszólag lefogod, sőt, hát ugye valóságosan ebben a készülőkönyvben lefogod zárni az életrajzodat, fönhagytál magadnak 45 évet, amiről majd mégiscsak fogsz mesélni, mert mégse ette meg annyira a tevékenységed, illetve a tevékenység, amint eszi Bereményi Gézát, az nagyon jó regény témának fog majd bizonyulni, csak most még nem számolsz vele. Azt már megírtam az Irodalom című novellában, meg a többiben. Azelőtt, hogy megevett volna az irodalom, megírtad az irodalomba, hogy hogy eszi meg az irodalom az írót. Igen, ez teljesen logikus, ez rendben is van így. Tisztelt közönség, a műsor befejező megzenésített versével köszönjük meg a figyelmüket. Én majd a mikrofont átadom köszönettel Katának. Géza, hallgassuk meg együtt, és neked is köszönöm az estét. Hallgassuk meg együtt Adélt és zenész barátainkat. Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked.
vártál a magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se lát, csak csönd, mely égig ér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Mit nem neked? Vártál, ha magadról szép éneket? Dicsérő éneket? Én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.